Tisztelt miniszter úr, tisztelt ünneplő közösség! Szerencsések vagyunk mi magyarok, hogy ma ünnepelhetünk. Szerencsések, mert olyan országban élünk, olyan országban élhetünk, amelyet mindannyian magunkénak tudhatunk. Közös hagyományainkat és értékeinket elődeink építették fel, és mi is a folytatásáért dolgozunk. Ez a Magyarország, ahol ma együtt lélegzünk, örülünk és gondolkozunk, 1000 évvel ezelőtt nem volt biztos, hogy megmarad. Külső és belső ellenségek fenyegették, megosztottság, viszály és elmaradottság uralkodott. Az ilyen pillanatokban azonban a magyarság egyszer csak nagyon erőssé tud válni, és megjelenik egy kivételes képességű vezető. Szent István a nevéhez méltóan igazi vezér, koronás fő lett. Olyan személyiség, akinek sikerült egybekovácsolni a népét, egyben új útra terelte a magyarságot. A pogányság és a bizánci kelet nem tudta visszarántani és szétdarabolni a nemzetet, egységes és erős országgá váltunk olyanná, amely megállta a helyét a történelem viharaiban. Ez a hatalmas eredmény nem született könnyen. Véres testvérháború volt az ára annak, hogy ne süllyedjünk vissza a pogányságba. Erővel kellett élni ott, ahol erőre volt szükség, és józan megfontolással, ahol az észre kellett hallgatni. Mert Bizánc támogatottjával már nem lehetett megegyezni, ezért le kellett győzni őt. István tehát a nyugati kereszténység útjára vezette az országot, és létrehozta a Magyar Királyságot. Azonban a vér és a vas, a nyers erő nem elég ahhoz, hogy egy népből nemzet legyen. Nem elég a hit sem, bár erős kapocs, de nem állítja meg azokat, akik bűnöket követnek el. Nem elég az állam, mert végül az erős elnyomja a gyengét. Igazságos és erős törvényekre is szükség van, amelyek megvédik az embereket. Szent királyunk törvényeit és intelmeit a rendteremtés, a biztonság megszilárdítása, a tisztességes emberek ellen vétők szigorú megbüntetése, a hit megtartása, a jó és igazságos hatalom gyakorlás szellemében alkotta. Szent István jól tudta, csak akkor járhat sikerrel, ha a magyar emberek érdekeit védi, hagyományait szem előtt tartja. A vármegye rendszerrel korszerű közigazgatást teremtett, meghozta és szigorúan betartatta törvényeit, kiépítette az egyház szervezetet, biztonságossá tette a kereskedők útjait. Már a kortárs Európa is tudta, Magyarország jog és vagyonbiztonságot nyújt. A Magyar Királyság már keletkezésekor ellátta az állam ősidők óta megkövetelt feladatát, biztonságot és békét adott. Szent István királyunk volt az, aki már 1000 évvel ezelőtt megmutatta, hogy nem a szabadosság, nem a félreértett egyenlősdiség, nem a törvények fellazítása vezet a szabadság felé, hanem éppen ellenkezőleg a törvény tisztelete, a határozott kormányzás, egymás megbecsülése és a haza gyarapítása. A mi feladatunk, a mi célunk az, hogy a Szent István által létrehozott alapra építve újra erőssé alakítsuk az államot, és biztonságossá tegyük az országot. 2010-ben új reménnyel, erővel és cselekedetekkel teli korszakot nyitott Magyarország. Új törvények születtek, amelyek egy igazságos, békés Magyarország alappillérei, ahol az összefogás hazára talált. 2014-ben lehetőség nyílt arra, hogy tovább folytathassuk a munkát. Az a célunk, hogy erősítsük hazánkat, és biztonságban, jólétben élhessünk együtt országunkban. Ezért a mi ünnepünk augusztus 20-a. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!